A tavalyi felnőtt bajnok a Bajcsa út 1-es és a Pivári utca csapatának összecsapásával kezdődött a focikupa, mely 4 évtizedes múltra tekint vissza a kiskanizsai városrészben. Szombaton zajlottak az első meccsek, s még a következő 2 hétvégén lesznek mérkőzések a kiskanizsai iskola műfüvén összesen 12 csapat részvételével. Ahogy a tavalyi év véget ért, és már kezdődött a következő év, tehát úgy, hogy szóbeszéd szempontjából is, és tehát úgy veszük észre, tehát a nevezés az kevesebb lett, viszont az itt lévő csapatoknak óriási presztízs az, hogy itt szerepelhetnek, és minél jobban szerepelhessenek. És mint azt Dervalics György elmondta, természetesen minden korosztályban, azaz kategóriában megvannak a favoritok, azok a kiskanizsai utcák, akik erős csapatokat állítanak ki, de a papírforma nem mindig érvényesül.